mission to build a zoo. Hello, hello, sziasztok! Én az Udirektor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon, és üdvözlök mindenkit az új Parasztudvar DLC, vagy Parasztudvar álláscsomag bemutató videójában. Sajnos nem nagyon sikerül magam utolérni a videókkal, úgyhogy az Aspen Zoo utolsó előtti része, az már lassan készen van, most már vágásra érett, hogy így mondjam, és már csak meg kell vágnom, és fel tudom tölteni, de valahogy az élet mindig közbe szól, hogy ezt megtegyem, de közben ugye jött ez az új DLC, úgyhogy azt gondoltam, hogy mindenképpen csinálok nektek erről egy videót, hogy most már megjelent, hogyan tudjátok használni. A videó végén pedig az 1.17-es frissítéssel érkezett, ugye egy állatsimogatós dolgot fogom nektek megmutatni. Megmutatok nagyon érdekes dolgokat ezzel kapcsolatban, illetve azt is, hogy hogyan lehet tulajdonképpen kivakapcsolni ezt a funkciót, úgyhogy mindenképpen maradjatok itt a videó végig, de addig is most szokás szerint megmutatom nektek az állatokat, amiket kaptunk. Az első, azt csináltam nektek egy ilyen kis állatkertecskét, igazából egy ilyen, hát egy olyan, mint egy állatkertnek a simogatója, egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon-nagyon nem túl szép állatkertet tulajdonképpen, de itt jól meg tudom nektek mutatni akkor itt az állatokat, szóval ez a Sussexi tyúk, egyébként szerintem eszméletlen jól sikerültek. Egyébként mielőtt belemennénk itt az állatokba, még azért ezt el akartam mondani, az előző videóban hiányzott, hogy sokakkal együtt egyébként, és nem mondom, hogy ez egy kicsit megúszós DLC volt, de azért ha belegondoltok, azért a legtöbb állat olyan, aminek egy vad verzióját, vagy szinte egy mását már megtalálhatjuk a Planet Zoo állat kínálatában, tehát egy picit olyasmi, mintha egy új kis skint kaptak volna, és akkor ugyanez megy, ugye itt én nem mondom, hogy a tyúkok most itt teljesen, ugye nincsen tyúk meg ilyesmi típusú madárból is, csak a páva van, ugye a Planet Zoo állatai között, de azért mondjuk eléggé hajaz mondjuk ez a pávára nekem egy picit, ugye hát a kecségből van hegyi kecskénk, ugye hát szamarunk is konkrétan van. Hát ez az a juh, ami ugye kevésbé lenne, de hát ugye most az alpakát megkaptuk, de hát lámánk van. Szóval maradéktalanul nem vagyok elégedett. Egyébként az 1.17-es update-tel, de ezt majd akkor a videó végén átbeszéljük. Szóval nézzük meg a Sussexi tyúkot. Van belőle két színváltozat. Van ugye ez a normál, van ez a, hát nem tudom, ilyen kendermagos, egy ilyen fekete, sötét változat a tyúkból is, kakasból is. Egyébként nagyon helyesek, nagyon-nagyon szépek, ugye? Hát azok, akik vidéken élnek, láttak már tyúkokat, úgyhogy kicsit úgy, mint a vaddisznóval, ugye, egy európai embernek ugye nehéz minket átverni. De megmondom őszintén, hogy nagyon jó munkát végeztek, mind hangban egyébként, mind pedig így kinézetben, ahogy ezek így, ahogy mozognak ilyen peckesen, ahogy járnak, és hogy láttuk is egy kis interakciót. Hát sétál rajta egy alpaka, de nem érdekes. Szóval, ahogy így ezek mozognak is, és tényleg a hangjuk is nagyon-nagyon szuper. Egyébként jól sikerült, ez a modell egyébként nagyon szép, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ha már itt, ja, nézzük akkor meg, hogy az UPDA-ban mit tudunk róla. Szóval az UPDA-ban ugye megjelent ez az új domesticated, vagyis ugye háziasított kis jelzés, ugye itt a főlapon azt olvashatja, hogy egy kis leírás, ugye egy brit fajtáról van szó, és ugye Nagy-Britanniában is írja a természetes élőhelyét, ugye itt kevésbé lehet ezt értelmezni. Ugye a régiót Angliának írja, és hát gyakorlatilag bármelyik biomon szinte megtalálható ugye ez az állat. Azt mondja, hát nem tudom miért, még mindig lábban adja meg nekem itt a magasságot, ugye négy láb, az kb. Nagyjából 1,3 méter, ugye ilyen magas kerítés és egyes kell, tehát akár egy sövénnyel is el lehet őket választani. Nem röpködnek, nem ugrálnak túlságosan. 200 négyzetméter van szüksége egy állatnak, 2-nek 2,12, 4-nek már 2,36, tehát 5-nek 2,50, tehát elég kis helyen is nagyon jól érzik magukat, ugye mászással, illetve vízes élőhelyre nincsen szükségük. Minusz 7 és plusz 42 fok között gyakorlatilag bármelyik biomon csodálatosan megélnek. 2 és 80 között itt lehet betenni egy ilyen parasztudvarba, vagy egy ilyen tyúkolba. Gyakorlatilag 8 kakast is be lehet tenni akár. Ha csak kakasokat tartok, akkor egy 2-3-at, viszont ha csak tyúkokat, akkor akár egy 80-at is egybe lehet rakni. Ugye ami a nagyon-nagyon fontos, ugye
megjelent itt egy új információ, ez pedig ez a guest interaction, vagyis a látogatókkal való kapcsolat vagy interakció. Ugye itt ezelőtt, ha jól emlékszem, az volt, hogy be lehet-e sétálni a kifutójukba vagy sem, most ezt ez váltotta le, és akkor itt ugye meg tudjuk nézni, hogy ugye itt azt írja, hogy kell, vagy képes ugye interakcióba lépni a látogatóval, azt mondja, nézzünk most akkor itt egy másik, hát ott, ha nézzük, ez a medve biztos nem, tehát elmenekülnek, ugye, van egy ilyen, igen, itt is szintén, melyik lehet még az, amelyik érdekes lehet számunkra. Igen, tehát hogy valószínűleg ugye ez van, hogy itt is tud interakcióba lépni. Általában közben van ilyen, ahol ugye be tud sétálni, de nem tud interakcióba lépni. Szóval térjünk vissza a kis sassexi tyúkunkhoz. Szóval azt mondja, hogy nagyon-nagyon gyorsan szaporodik, iszonyatosan gyorsan, úgyhogy egy 6 évig él, ami nem túl sok, de viszont tényleg eszméletlen gyorsan szaporodik. Nagy meglepetés egyébként, úgy, ahogy eddig még sosem nagyon volt, ugye itt az unaloműző etetők, illetve játékok között nincsen, gyakorlatilag mint a pávánál semmi nagyon, nagyon meglepőt nem tapasztalunk, úgyhogy ez volt a tyúk, és nézzük akkor mi a következő állat. Akkor ha már itt vagyunk, nézzük meg a kecskét, ugye ez az alpesi kecske. Egyébként ők is nagyon-nagyon szépen sikerültek. Nekem picit van gyanúm arra, hogy már a meglévő hegyi kecskét sikerült új bőrbe húzni, de mindegy, attól még egyébként szép, nagyon jó a szőrzete, nagyon-nagyon jól, ahogy lépked, vagy a patája nagyon szuperül mozognak, nagyon életű lett, nagyon-nagyon szép egyébként, és a picik írtó édesek, úgyhogy egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik. Nézzük meg, hogy látunk-e még itt, igen, itt a pici, hát ez tényleg über aranyos. Hát és nézzetek meg ezt a fejét. Hát milyen cuki. Hát, igen, és a hangja is nagyon jó. Hát átszállt rajta anyukája, vagy apukája. Nagyon-nagyon cuki vagy. Itt, igen. Nagyon édes. Egyébként ezek az állatok lehet vitatkozni, hogy most örülünk vagy nem örülünk ennek a díjszínek, de ezek azért nem hiányozhatnak. Legalábbis egy ilyen európai állatkertben nálunk, azért vadasparkokban mindig van ilyen állatsimogató. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem rossz adalék. Nem mondom, hogy majd megőrülök ettől, de egyébként nem rossz. Én egy picit jobban örülök azoknak a dolgoknak, amiket velük együtt kaptunk, úgyhogy ami tényleg eszmetlen szuper. Egy pár, ugye ez is egy ilyen blueprint, amit kaptunk, azokat beraktam nektek, ugye itt elől is van, ugye itt van ezek a szénabálák, hát tehát tényleg eszmetlen szuperek. Új zöldségeket kaptunk, teljes kannákat, vödröket, rengeteg dolgot kaptunk, úgyhogy ez nagyon szuper. Na, de térjünk vissza a kecskékhez, nézzük meg akkor, hogy a kecskéről mit mond a Zoopedia. Mondja, hogy ugye itt is a domestikált, illetve ugye őt is gyakorlatilag Európába helyezi. Itt egy állatnak 390 négyzetméter van szüksége, biomból gyakorlatilag a bármi. Kettőnek 415, 440, 5-nek 490. Őrülten nem ugrik fölfelé egyébként. Sem mászásra, se vizes részre, se mély vízre nincsen szükségük. Minusz 7 és 43 fok között érzik jól magukat. Teljesen jó. Hát ez a négy láb ugye szintén 1,3 méter körül van. Ezt picit alacsonynak érzem, de jó, annak ellenére, hogy itt elég jól ugrálnak egyébként itt ebben az állatkertben, de már grade 2-es kerítésre van szükségük, tehát egy ilyen 2-es erősségűre. 30-at is betehetünk egy kifutóba, de maximum úgy, hogy egy fiú van benne egyébként, elkezdenek veszekedni, vagy egy bak van benne. Hogyha csak bakokat szeretnénk tartani, akkor 2 és 15 az a szám, amit tarthatunk egy kifutóban, és a nőstény kecskékből pedig akár 30-at is. Szintén ugye tudnak interakcióba lépni a látogatókkal, tehát az a nincs probléma. Azt mondja, hogy ők is viszonylag gyorsan szaporodnak egyébként, kb. 18 évig élnek, és viszonylag gyorsan egyébként gyakorlatilag 7 havonta születik új pici, úgyhogy egy-három, eddig én azt láttam, hogy csak egyek születtek. Egyszer volt talán egy-kettő, de így is nagyon-nagyon gyorsan szaporodnak. Nagy meglepetések így sincsenek, a szokásos növényevőknek való ilyen unalomvízők vannak, talán egyébként ez a dinnye érdekes, hogy náluk között megjelenik, de hát tudjuk, hogy a kecskék mindent megesznek, úgyhogy ez végül is nem annyira meglepő. A
következő állat, amit nézzünk meg picit közelebbről, az pedig lehet ez a Hildrednors juh. Ez a Hildrednor, ez valamilyen ilyen fajta, ez egy ilyen európai fajta, úgyhogy ez a ilyen sötétebb arcú lábú birka, egyébként nagyon szép, itt egy lányzót láthatunk, picit meg is van sérülve, ők is nagyon-nagyon szépek egyébként. Nekem a bundája egy icipicit tömöttebb a kelleténél, illetve itt, ahogy nem is tudom, tehát ahogy átsüt rajta a fény, itt valami nem teljesen tökéletes vele. Én egy picit még úgy érzem, hogy lehet, hogy itt egy picit még ez javításra szorul. Egyébként nagyon szép a szeme, nagyon jól mozognak. Egyébként ezt hiszem, itt van nagyon jó kis tömör bundája van. Icipicikét több textúrát lehet, hogy vártam volna, de egyébként nem rossz. Láttunk már birkát, úgyhogy a magyarokat nem nagyon lehet átverni ezzel, de szerintem nagyon jó munkát végeztek. Úgyhogy nézzük is meg, hogy keresünk egy pasit, mindjárt megnézzük, hogy... már meg is van, ugye itt a nagy szarvakkal, egyébként nagyon szép, tehát nagyon, nagyon életű, jól néz ki a bakok ezzel a nagy szarval, hogy jól néznek ki. Sőt, a juhoknál nem is tudom, a fiú az... a kosok nagyon jól néznek ki, úgyhogy szerintem egyébként nem végeztek rossz munkát, lehet, hogy van még itt ott egy kis javítani való esetleg, de biztos kapunk majd egy ilyen nagy javítást nem sokára, úgyhogy az meg lesz egyébként gyönyörűek. Nézzük meg, hogy a Zoopedia mit ír róluk. Ugye a Zoopedia szintén ugye házvisítottnak írja, és gyakorlatilag a Welsh-be, Angliába helyezi a származási helyét. Tulajdonképpen szinte minden biomon egész jól áll van, mínusz 7 és 38 fok között jól érzi magát, ugyanaz, mint a kecskénél, grade 2-es, és ilyen 1,3 méter magas kerítésre van szüksége. Itt már azért egy kicsit nagyobb, 425 négyzetméter van szüksége egy állatnak, és itt egy kicsit jobban ugrál fölfelé egyébként, itt már 5-nek majdnem 650 négyzetméter van szüksége, másra egyébként egyáltalán nem. Akár 50-et is tarthatunk egy nyájban, hogy egy kifutóban, és ebben maximum 5 lehet a hím körülben elkezdenek veszekedni. Ugye kosokból akár 20-at tarthatunk együtt, viszont hogyha lányzókat tennénk csak egy kifutóból akár 50-et is, és ők is ugye tudnak, ahogy az összes állat ezzel a parasztudvaron érkezett, tud kapcsolatot teremteni, vagy interakcióba lépni a látogatókkal. 2 picit is elhetnek, ők is nagyon-nagyon gyorsan szaporodnak, és 5 és 7 havonta jönnek az újabb picik. Gyakorlatilag pont ugyanez, mint a kecskénnél, semmi nagyon meglepő dolog nincsen, itt a dinnye hiányzik az önalomüző etetők közül, de minden egyébként megegyezik. Ugorjunk is a következő állatra. A következő az alpaka, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon cuki, szerintem nagyon jól eltalálták. Itt már én kevésbé látom ezt a szőr problémát egyébként, mint amit a juhoknál láttunk. Nagyon sokféle színvariáció van belőle, és nagyon-nagyon cukik. Amit mondjuk hiányolok egyébként, vagy legalábbis nem láttam még, az a köbdösés, ami ugye a lámáknál van. Szerintem az alpakák is tudnak köpni egyébként. Úgyhogy nagyon jól néznek ki, nagyon cukik. Nagyon jó, hogy tudnak a látogatókkal interakcióba lépni, úgyhogy szuper kis állatok. Szép a bundájuk, tök jó, hogy ennyiféle szín van egyébként. És nagyon helyesek itt is a picik. Kicsit, amit meg lennének egyébként trimmelve, vagy meg neki nyírva ilyen formára. Nagyon-nagyon jól néznek ki. Úgyhogy ők is szuperek. Mondom, nekem egy picit ilyen láma feelingem van ezzel kapcsolatban is, ugye, hogy a láma kapott egy új skint, de mindegy, hát meglátjuk, hogy... Ne! Szóval köbdösnek. Hát éppen most mondtam, hogy nem láttam őket még köbdöst. Ezek meg köbdösnek, mint az őrült. Hát akkor ezeknél is megvan a köbdösés. Aha! Na, te oda mész, köpsz egyet? Nézzük csak meg, hogy igazán van-e. Nem. Na. Hát ezt most teljesen véletlenül láttuk meg.
Köpjetek oda egyet, és legalább látjátok a színeket, amíg várunk egy kis köpdösésre. Tényleg jók a színek egyébként, nagyon sokféle variáció van, és egyébként valahogy a sandboxban van ugye ez a kis kert, és nagyon-nagyon könnyedén jöttek is, tehát nem volt olyan nehézkes egyébként, mint általában színvariációkat megkapni. Hát most persze, amikor nézem, akkor nem akarnak köpdösni, de ti is láttátok, hogy köptek, nem? Na mindegy. Jó, szóval nézzük meg, hogy mit ír róluk a Zoopedia. Az alpaka szintén ugye háziosítottnak írja, Peru, Bolívia, Chiléből származik, ugye Dél-Amerikából, és azt mondja, hogy egy állatnak 325 négyzetméteren szüksége, kettőnek 367, és egy pici gyorsabban emelkedik, ötnek már 460-nál és többre. Ugye egy ilyen normál ugye szabannára, vagy egy ilyen fűves pusztai élőhelyre, illetve egy ilyen kontinentális biomra van szüksége, vagy ott érzi igazán jól magát. Minusz 8 és plusz 38 fok között lehet tartani. Gyakorlatilag bármelyik állatkertben nagyon jól áll van, és ugyanazok a grade 2-es, illetve 1,3 méter magas kerítésre van szüksége, mint a kecskének, vagy a juhoknak volt. Ez mondja, hogy egy csoportba, vagy egy kifutóba maximum 40 állatot tartottunk, és így maximum 13 hímmel. Ha csak hímeket szeretnénk tartani, akkor 3 és 40 között tarthatjuk ezeket, lányokat és szintén 3 és 40 tarthatunk egyben, vagy egy kifutóban, és ők is ugye tudnak interakcióba lépni a látogatókkal, de ez nem. Közben itt amint elkezdtem mondani a Zupét, hát rögtön köbdösnek, mint az őrült, úgyhogy visszavonom, amit az előbb mondtam, és köbdösnek. Úgyhogy nem felejtették el belerakni. Azt mondja, hogy egyetlen utódjuk van, ők is eszméletlen gyorsan szaporodnak, úgyhogy itt is oda kell figyelni, az ember kicsit oldalra néz, és már egy csomó alpakája van, úgyhogy erre oda kell figyelni. Itt sincs semmi meglepő egyébként, talán ez a jég, amire azt mondanám, hogy fura, hogy a bekerült azonnal a műzőjátékok közé ez a jég darab, de egyébként semmi egyéb meglepő. A következő állat, ez nem más, mint a szamár. Ez valami amerikai standard szamár, nem tudom pontosan, igazából magyarul nem nagyon találtam meg, hogy ez ennek mi lehet a magyar megfelelője. Szamár szerintem ez a tök átlag szamár. Ebből is láthatunk színvariációkat. Egyébként ez teljesen olyan, mint a szomáliai vadszamár, amit már ugye kaptunk a játékba. Az is gyönyörű, ez is gyönyörű, nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon hasonlít rá, hiszen nagyjából ugyanaz, egy picit átszínezve. Itt különösen az érzésem, hogy nem tudom. Úgy érzem egyébként, hogy ezzel az állatcsomaggal kaptunk volna mondjuk nyuszikat, kaptunk volna, nem tudom, kacsát még ilyeneket, tehát akkor egy picit úgy éreztem volna, hogy úgy volt ebbe átgondolás, meg munka, vagy nem tudom. Tehát legalább egyébként kvázi teráriumként, ugye ezekben a kicsi teráriumokban be szoktuk kapni a hüllőket, kétrétűeket, egyébként így kaphatunk volna nyuszikat, az érdekes lett volna, hogy mondjuk akkor nem üveg, hanem rácsos lesz körbe, és akkor így meg tudták volna nézni a tényleg mondjuk a nyuszikat egyébként is ezért eszembe, vagy akár tengeri malacokat szoktak még egyébként így nála csimogatókba berakni. Igen, annak egyébként örültem volna. Azért picit úgy éreztem volna, hogy olyan valahogy egy picit, nem mondom, hogy ez nincs munka, tehát ez budaság, de hogy egy picit valahogy nem csak ilyen kopizás érzésem lett volna. Viszont kaptunk nagyon jó színváltozatokat, pedig itt is láthattuk, és ez is nagyon könnyen jönnek egyébként, még sandboxban is ez a foltos, szerintem ez ilyen piebald, vagy nem tudom, nem vagyok benne biztos, de nagyon-nagyon szép. Egyébként jól néznek ki, de hát tulajdonképpen ez a szomáliai vadszamár, tehát nagyon újat nem tudok elmondani róla, de nézzük, hogy mit mond a Zoopedia. A Zoopedia háziosítottnak írja, és ugye az eredeti országot, vagy onnan származási országot, ezt Észak-Amerikát jelöli meg, Kanadát, USA-t, Mexikót. Gyakorlatilag nagyon sokféle sivatagtól egészen a szavannáig a legtöbb biomon ugye megtalálható, mondjuk a tundrát taigát leszámítva. 500 négyzetméter kell már viszont egy állatnak, kettőnek meg 650, tehát elég jól ugranak fölfelé, tehát 5 állatnak már 1100 négyzetméter van szükség, ez az elég nagy. Minusz 4 és plusz 43 fok között érzi jól magát, gyakorlatilag bármelyik állatkertben tényleg megtalálja a helyét, más szükséglete nincsen, viszont neki már egy grade 3-as kerítés kell, de nem kell 1,3 méternél magasabb.
Azt mondja, hogy egy csoportban hatot tarthatunk, hat állatot, egy kifutóban. Ha csak hímeket szeretnénk tartani, vagy csak nőstényeket, akkor mindenkit esetben akár egy állatot is tarthatunk, de maximum hatot. És ugye természetesen ezzel a paraszt udvar csomaggal érkeztek, tehát a látogatókkal nincs problémájuk, sőt tudnak interakcióba lépni velük. Azt mondja, hogy egy utódot várhatok tőlünk egy alkalommal, nagyon könnyen lehet őket szaporítani, és viszonylag egyébként ők is gyorsan szaporodnak. Unaloműző, etetők, játékoknál óriási meglepetés nincsen, gyakorlatilag mint a szomáliai vagy szamár tulajdonképpen ugyanaz, úgyhogy nincsen meglepetés ezen a fronton. A következő állat, amire én nagyon-nagyon kíváncsi voltam, az nem más, mint ez a Temphrus malac, vagy sertés. Ugye ez a vörös malac, ami egyébként nagyon-nagyon jól sikerült. Most nem akarom itt is elővenni a rossz indulatomat és a pesszimizmusomat, de ugye hát a vaddisznónk már van, és hát persze alakra ez más, de egyébként hang az nekem nagyon-nagyon gyanúsan hasonló, vagy egészen ugyanaz. Kinézett persze egy kicsit más, de hát szóval nem egy vadonatúj állat, nem tűnik egy vadonatúj állatnak a játékban. Nagyon-nagyon szépen megcsináltak, egyébként nagyon jók ezek a kis fülmozgások, hogy a farkincáját mozgatja, ahogy lépked, tehát egyébként egészen élethűnek tűnik nekem. Nagyon tetszik a picik is, nagyon aranyosak, most nem tudom, miért nincs picink, hát mint felnőtt már azóta. Ezekből nincs színváltozat, ezekből csak ez a bordó van. Kicsit sötétebb, kicsit világosabb van, de ilyen nagy, tehát ilyen albinót, vagy ilyesmire ne számítsunk. Nagyon, ugye, igen, tehát vidéki embereket, mint én magam is vagyok, nagyon nem lehet, szintén nem lehet nagyon átverni sertéssel, de nem is próbáltak, mert egyébként nagyon-nagyon jól sikerült, tehát nagyon jól sikerült. A vaddisznő is ugyanilyen, nekem az nagy kedvencem egyébként, úgyhogy az elég szuper. De nézzük meg, hogy a Zoopedia mit mond róluk. Ugye ez a Temphrus pig, vagy Temphrus malac sertés, ez szintén ugye háziasított, hiszen ezzel a parasztudvar csomaggal érkezett hozzánk, és Angliát jelöli meg ugye származási országként. Gyakorlatilag egy ilyen kontinentális, egy ilyen szűves puszta, illetve akár egy ilyen tajga biomon is jól érzi magát. Egy állatnak 290 négyzetméterre van szüksége, kettőnek 310, háromnak 335-nek még mindig csak 370, tehát nagyon pici helyen is jól el vannak, így a legtöbb, még a legkisebb állatkertben is elég jól beilleszthetők. Más szükségletük egyébként nincs, mínusz 10 és plusz 38 fok között érzik jól magukat, nagyon szuper, tényleg bármelyik állatkertben megállják a helyüket. Grade 3-as kerítésre van szükség, és ugyanúgy ez az 1,3 négyzetméter, ez a kényelmes, ilyen nem tudom, derékmagasságú kerítésre van szükségük. Viszont összesen 5 állatot tarthatunk egy csoportban, és abban maximum egy hím lehet. És ha csak hímeket vagy csak nőstényeket szeretnénk tartani, akkor a hímekből maximum 3-at, a nőstényből pedig 5-öt tudunk egy kifutóban tartani, de egyébként magánnősen is el van, hogy akár egy állatot is tarthatunk, ami egyébként érdekes. Ugye szintén hát ahogy a látogatókkal interakcióba tud lépni, be lehet hozzá menni, ami egyébként fura, nem tudom, én nem biztos, hogy szeretnék ilyen malacokhoz feltétlen bemenni. Egyébként például ez a malac helyett nagyon jó lett volna ez a csüngőhesű, hasú vietnámi, amit tényleg be szoktak engedni egyébként az emberek közül, mert az embereket az ő kifutójukba. Ilyen malacok közül nem biztos, hogy szívesen bemennék, de hát jó, azért még mindig csak egy játék. Szóval nagyon-nagyon gyorsan, akár 5 picit is szülhetnek nekünk egy alkalommal, tehát 2-5 között lehet az alomszám, és viszont gyorsan, tehát akár 8 havonta lehet, és nagyon könnyű őket szaporítani, tényleg nagyon gyorsan és nagyon hamar szaporodnak. Nagyon nagy meglepetés itt sincs a szokásos növényevőknek való, leszem, hogy talán ezt a papírdobozt, unaloműzőket látunk, úgyhogy ugorhatunk is a következő állatra. Szóval direkt a végére hagytam nektek ezt a skót marhát, vagy skót felföldi marhát, mert ugye nekem már az első screenshottal problémám volt, ami érkezett, és megmondom őszintén, hogy ez volt az, amit a legjobban vártam. Ugye nekem volt szerencsém ugye Skóciában élni, és ott én élőben is találkoztam ezekkel a marhákkal. Én nem mondom, hogy tehát az most nagyon csúnya lenne, azt mondanám, hogy köze sincs az eredetihez, de hogy nem, engem nem győzött meg. Egyszerűen
most megálltam a játékot, egyszerűen én valahogy ezt a textúrát nem tudom. Tehát, hogy ez ennél a frontier sokkal jobbat tud. Nézzétek meg, valahogy nem. És ami a másik nagy csalódásom, hogy eszméletlen cukik, és tényleg az egyetlenebb jellegzetességük, hogy van egy ilyen frufrujuk. És hát ennek a frufrunak a mozgása az valami rettenetesen mű. Tehát, hogy ez így, ez valahogy nem mozog együtt a fejével, vagy nem is tudom. Tehát, hogy néha teljesen indokolatlanul mozog jobbra, balra, de mindjárt próbálok mutatni nektek, de hogy így ahogy... De látjátok, hogy lépkednek, és valahogy nem tudom. És egyébként én sokkal hosszabb szőrűre emlékeztem. Nézzétek meg, hogy nem tudom, ennél mi sokkal-sokkal jobb szőrmozgásokat is láttunk más állatoknál egyébként. Én tudom, hogy ez nehéz megugrani, de ez valahogy nem. Látjátok, hogy miről beszélek, olyan fura, tehát hogy a nagy mozgásukat még csak-csak követi, de igazából nem. Tehát, hogy és valahogy nekem ilyen, nézzétek meg, ilyen darabos, egyáltalán ilyen simán mozog, hát nem tudom, nekem nagyon, ne haragudjatok, hogy én ezt mondom, nekem azt kell mondanom, hogy ez nagyon nem az első olyan állat a Planet Zoo, amire azt mondom, hogy bocs, de ez nagyon nem. Ráadásul ez egy új állat, tehát, hogy egy picit nekem ez egy ilyen összecsapott elsietett DNC-ból, tényleg ilyen megúszós. Nem tudom, mondjátok meg, hogyha mást gondoltok, de valahogy nekem. Sajnos, én nagyon sajnálom, én nagyon-nagyon vártam. Nem lett jobb a screenshotnál sokkal. A picik egyébként aranyosak, a picik egész életűek. Azok valahogy sokkal-sokkal jobban sikerültek, de valahogy a nagyok, nem tudom, valahogy nem, ráadásul. Nem tudom, a mozgásuk sem az igazi, annyira darabos. Ez picit nekem olyan, mint egy ilyen alap játékban lévő állat. Tehát, hogy amire azt mondjuk, hogy jó, hát az alapjátékból jött. De hát ezek új állatok, most kaptuk. Szóval ezekkel ne haragudjatok, én egyáltalán nem vagyok kibékülve. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok. Nekem óriási csalódás, szerintem egyáltalán nem. Nekem nem is nagyon hasonlítok az eredetire, és ez a frufru, ez borzasztó. Tehát, hogy Ez majdnem jó, de pont nem jó. Szóval egy picit ilyen érzésem van ezzel. Hát nézzük meg, hogy mit ír róluk a Zoopedia. Szóval a Zoopediában ugye ez is egy háziasított állatnak van írva, és gyakorlatilag a Skócia, a Skót felföld lett megjelölve származási országnak, ugye itt egy hidegebb régió, úgyhogy ott érzi igazán jól magát. Egy állatnak 455 négyzetméterre van szüksége, kettőnek 55, 615, tehát egy elég gyorsan változik egyébként. Nem kell annyi hely, mint a szamárnak, de itt állatnak így is már 775 négyzetméterre van szüksége, másra egyébként nincs. Minusz 13 és plusz 31 fok között érzi jól magát. Nagyon sok állatkertbe be fog tudni kerülni emiatt, és grade 3-as, tehát egy erősebb kerítésre van szüksége, 1,2 méterre magasra. Egy csoportban 20 állatot tarthatunk, 3 és 20 között, tehát minimum 3-at kell, ebből egy hím lehet különben verekedéstől ki. Ha csak hímeket tartanánk, akkor ebből 3-5 között tarthatunk, és nőstényekből, vagy tehenekből 3 és 20 közötti számot tarthatunk, és ugye interakcióba tudnak lépni a látogatókkal. Hogy ez is mennyire realisztikus, nem tudom, nem hiszem, hogy valaha is be lehetne sétálni ilyen marhákhoz. Jó fejek aranyosak a kerítésen túl, de azért ezek a szarvak hatalmasak. Azt mondja, hogy 19 évig élnek, ami azért elég jó. Viszonylag gyorsan szaporodnak egyébként, nagyjából 14 havonta tud új utód lenni, viszont összesen csak egy. Unaloműzőkből itt is a szokásos növényevőknek való, talán egyébként ezek a, nem tudom, ilyen kejfejjancsiszerű, ami ide bekerült, és egy kicsit érdekes, de egyébként meg talán ez a hólapka vagy hógömb, de minden más egyébként teljesen érthető. Az 1.17-es update egyik legjobb hozománya az nem más, mint az alacsony látogatói kapu, vagyis ugye az a kapu, amin be tud lépni egy látogató a kifutóba, és az ki is nyílik. Mutatom ugye itt a barriers alatt, vagy ezek a kerítések alatt, ugye megtaláljuk a régit, ugye az így nézett ki, ezt mutatom. Ez egy ilyen 4x4-es hatalmas nagy batár volt, de most megkaptuk ezt a
ezt a kisebbet. És megmutatom nektek, csak frissítsük fel egyébként, aki most kezdi a játékot, annak ajánlom a kezdőknek szóló négy vagy öt részes sorozatom van, ahol az alapoktól kezdve elmagyarázom, hogy hogyan kell játszani, hogyan lehet egy sikeres franchise állatkártyát fenntartani. Most ismételjük át akkor, hogy hogyan kell egy olyan kifutót készíteni, vagy szeretnénk a látogatókat is beküldeni. Szóval az első az mindig az, hogy lefektetjük a kerítést körbe, legyen ez bármilyen kerítés, utána berakjuk bárhova a látogatói kaput, ugye ez esetben rakjuk be akkor ezt az alacsonyat. Ha szeretnénk, megtehetjük azt is, hogy rakunk valahova máshova még egyet, de tulajdonképpen egy ilyen hurokkal körbe is tudjuk vinni a látogatókat, és ugyanezen a kapon tudnak kijönni. Ebben az esetben arra kell figyelnünk, hogy ha nagyon-nagyon sok látogató jön be és megy ki egyszerre, akkor ott torlódás alakulhat ki, tehát főleg egy nagy állatkertnél szerencsésebb egyébként csinálni egy kijáratot, hogy most én is csinálok. Na most, nagyon fontos, hogy ez kerüljön be először, és csak utána utána kerülhet be a sétaút, mert egyébként, és ezt már itt gyakorlatilag bárhogy tudjuk ugye végigvezetni a látogatókat, bármilyen módon, és ugye már csatlakozik is automatikusan, és akkor ki is tudjuk vezetni őket, ugye itt pedig tud csatlakozni a meglévő sétautunkhoz. Szóval az a nagyon fontos, hogy először a kapu kerüljön be, és csatlakoztassuk hozzá a sétautat. Meg tudjuk csinálni azt is, hogy a sétautat berakjuk, és utána a kapu is behelyezhető egyébként, viszont nem fog kinyílni, és csak átsétálnak rajta a látogatók. Úgyhogy mindenképpen a kapuhoz kell csatlakoztatnunk a sétautat. Na most gyakorlatilag ugye ide beengedhetünk bármilyen, ugye természetesen szükség van arra, hogy egy gondozói kaput is betegyünk valahova, és akkor ezzel elértük azt, hogy be tudják helyezni az állatokat, a látogatók be tudnak menni, de az állatok nem tudnak kijönni ezeken a kapukon. Tehát ilyen egyszerű dolog. Ugye most már a magas helyett itt van ez az alacsony, ami egyébként szuper, szuper jól működik, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Az 1.17-es update-tel kapott legszuperebb és legnagyobb dolog egyébként, ez pedig ez az Animal Encounters, vagyis ezek az állatokkal való találkozási interakció lehetősége, amit mostantól ugye a látogatók meg tudnak tenni, abban az esetben, ha be tudnak sétálni a kifutóba. Azt mondtam, hogy nincs is jobb hely arra, hogy megmutassam nektek, hogy ez hogyan működik, mint a Budapest City Zoo-nak, ugye az a kifutója, ami az európai részben készült. Sőt, a vaddisznók, rókák után ugye a szarvasok közé tudunk bemenni, illetve ugye hattyúkat is találunk. Mutatom, ugye az, hogyha rákattintunk itt egy szarvasra, akkor rögtön láthatjuk az UPD-ában, hogy interakcióba tud lépni a látogatókkal. Viszont, ha megkeresünk egy hattyút, amit mindjárt megteszünk, és egy hattyúra kattintok rá, és az ő Wikipedia, vagy az ő Zupidiáját nézem, ide az van írva, hogy a látogatók beléphetnek a kifutóba, de nem tudnak vele ugye interakcióba lépni. Tehát nem probléma ugye, hogyha besétálnak, de nem fognak tudni interakcióba lépni. Viszont mutatom a furcsaságokat, ugye megjelent ez az 1.17-es update, és ugyan láthatatlan a sétaút, de láthatjátok, hogy a látogatók egyáltalán nem hagyták el a sétautat, és egyáltalán nem lépnek semmiféle interakcióba az állatokkal. Először nagyon furcsának gondoltam, és nem értettem, hogy én azt hittem, hogy valami hiba van. Ugye sajnos az elmúlt időszakok hibái után az ember kicsit hamarabb gondolja azt, hogy hibát követett el a Frontier, és hogy azt gondoltam, hogy hozzám nem érkezett el valahogy ez a frissítés. Viszont megtaláltam egyébként itt a megoldást, és tulajdonképpen ez nem is egy ilyen rossz dolog, hiszen ezzel a módszerrel igazából kibe kapcsolható ez a funkció, mert nem biztos, hogy az ember szeretné, hogy kószáljanak feltétlenül a látogatók a kifutóban, hanem meglégszik azzal, hogyha csak simán a sétaúton maradnak. Szóval mutatom, hogy hogyan lehet gyakorlatilag ezt a funkciót bekapcsolni. Nos, hát a nagy talány nem más, mint a készfertőtlenítők, ugyanis abban a pillanatban, ahogy ez behelyezésre kerül belül a kifutóban, tehát fontos, hogy nem kívül, hanem belül a kifutóban, abban a pillanatban, illetve nem rögtön abban a pillanatban, de el idő után a látogatók, amint itt is láthatjátok, ugye beérkeznek, és el fognak kezdeni lesétálni a
Hoppá, és ott már le is sétálnak a sétaútról, tehát már nem is a sétaúton vannak, és ott arra felé buklásznak. Úgyhogy még attól függetlenül egyébként, hogy oda mennek ehhez vagy nem, nagyon sok bejövő látogató egyébként oda megy. Megmondom őszintén, hál' Istennek nem mindegyik különben óriás torlódás lenne, de egy részük egyébként oda megy, és ha megnézitek, akkor már el is kezdtek sétálgatni és interakcióba lépni az állatokkal. Úgyhogy igazából a kézfertőtlenítő állomás itt a kulcs ahhoz, hogy hogy ezt az állati kapcsolattartás interakciót ezt beindítsuk. Úgyhogy ennyi a titok, semmi több. Viszont megmondom őszintén, hogy ezzel kapcsolatban is egy icipicit csalódott vagyok, ugyanis hát tulajdonképpen nem csinálnak mást ezek a látogatók, mint elkezdnek sétálni, majd néha egyébként nem is egy állat közelében, de tekintsünk el ettől, mondjuk egy állat közelében egyébként ugyanazokat az animációkat, ugyanazokat a mozdulatokat csinálják, legugolnak, kinyújtják a kezüket, vagy nagyon örülnek. Az állatok gyakorlatilag semmilyen érdeklődést nem mutatnak, állnak, tehát mondjuk egyébként nem sétál, ha bár láttam, hogy az ugye elsétált, és az animáció folytatódott tovább. Viszont nincsen különbség, hogy egy pici állathoz mennek oda, amihez le kell guggolni, vagy egy nagy állathoz, és ezért elő is tudnak fordulni akár ilyen furcsa kis szituációk, mint amit a képen is láttuk. Hát kommentálni sem szeretném, hogy hogyan néz ez ki, és hogy mit is csinálnak ott az állat alatt a látogatók. Nagyon furcsán néz ki. Megmondom őszintén, hogy én azért ennél egy fokkal jobbra számítottam. Legalább azt lehetett volna, hogy vagy olyan animációt, ami független attól, hogy milyen nagy az állat, vagy nem tudom, hogy a program mennyire képes kicsi vagy nagy állatokat felismerni, és akkor azt szerint reagálni vagy indítani az animációt. Úgyhogy megmondom őszintén, nem nagyon vagyok elájulva. Most próbálom keresni ott, ahol van valami interakció ezekkel a szarvasokkal, de most egyelőre nem láttam. Hát ha esetleg itt majd mindjárt. De nem nagyon láttam mondjuk itt még a szarvasoknál, de egyébként ezekkel, ami az legújabb DLC-vel érkezett, nagyon, nagyon jól működnek az animációk. Na most itt. Na, szóval ez így cuki, csak ha az túl közöbb csinálják az állatot, ugye azt történik, mint a screenshoton láttuk, úgyhogy láttam már olyan animációt, hogy megsimogatták a hátát egy nagyobb állatnak, viszont akkor gyakorlatilag, ha ez egy, nem tudom, egy kis csirke mellett történik az animáció, akkor viszont érdekes lesz, mert akkor meg, nem tudom, feje fölött egy méterrel simogatnak, szóval nem nagyon vagyok elégedett. Minden esetre biztosan fogjuk használni valamelyik állatkertben, és fogok csinálni egy ilyen parasztudvart. Könnyen lett egyébként, hogy itt a Budapest City Zoo-ban, de erre most még egy picit majd várni kell, egyébként itt használják a kézfertőtlenítőt, egyébként egészen rendesen használják, utána megszállítják a kezüket, pont úgy, ahogy én a gyerekeknek tanítom, hogy hogyan kell ezt. Egyébként én azt csináltam, nem kell feltétlenül, de ide raktam egy ilyen 10 méteres sétaút, itt van, és arra raktam rá, a sétaút mellé is lehet tenni, egyébként bárhova a kifutóban, mert oda mennek érte. Ami egyébként viszont eszméletlenül csodálatos dolog, azt most hagyom, hogy egy picit nézzétek, hogy mi az, ami történik, illetve mi az, ami nem történik. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan veszitek észre azt a furcsaságot, ami nekem feltűnt, hogy hogyan viselkednek a látogatók a kifutóban. Aki esetleg észrevette, azt mindenképpen írja meg nekem kommentben, hogy ő észrevette ezt a dolgot, akár otthon a saját állatkertjében, akár pedig most itt, hogy mi az, ami történik. De aki nem vette észre, annak akkor mondom és mutatom. A látogatók nem sétálnak át a sziklákon, nem sétálnak át a faágakon. Itt egy-egy faágba besétálnak, ha nagyon nagy a tumultus, de kikerülik. Ez nem mérvadó, mert itt egy adománydoboz van, tehát ez, az nem feltétlenül mérvadó, aztán úgy is kikerülnék, de se a fán nem sétálnak át. Ezeken a sziklákon gyakorlatilag rámentek az előbb. Ugye ilyen kis sziklákon szépen elsétálnak, de kikerülnek mindent. Sőt, hogyha valami építmény van, és abban van valami fal, ugye a kifutón kívül,
ha egy sétaút átmegy rajta, akkor azon, vagy a sétaúton azon simán-simán átsétálnak. Itt viszont a kifutón belül nem. Tehát gyakorlatilag úgy, mint az állatok tiszteletben tartják végre ezeket a tereptárgyakat. Én nem tudom, miért nem lehet egyébként ezt, vagy lehetett ezt megcsinálni. Ugye itt a kislány is mellette sétál, ugye itt ez a nő sem sétál bele. Úgyhogy ez nagyon szuper, ez eszméletlen jó egyébként. Úgyhogy amit nem tudtak megtenni a sétaúton, hogy ne sétáljanak át mindenen, az most sikerült itt a sétaútról letérve. Úgyhogy ez még egy szuper dolog, legalább ennyi, hogy ez sikerült megoldani. Ez elég fontos, nagyon furán nézett van, aki minden tereptárgyon keresztül mennek ezek. Ha hallja ezt valaki a Frontiernél, azért ajánlanám, hogy ezt csináljuk meg a sétaúton is, azért az is sokkal érthőbb lenne, kikerülnének szikleket, akkor is, hogy sétaút átvezet rajtuk. Szóval ennyi voltam mára, így is először nagyon hosszúra sikerült ez a videó, de általában ez a DLC bemutatós videók ilyen hosszúak. Szóval remélem, hogy élveztétek, amit láttatok és hallottatok, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem vagytok. Ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt, mert akkor kaptok értést is arra, ha legközelebb felkerül a videó a csatornára. Nem nagyon tudok most nektek mit ígérni, de igyekszem feltenni videót, hogy az Aspenzóval tartozom nektek az utolsó két résszel, illetve azt reméltem, hogy tudok kezdeni egy új sorozatot, de ez nem fog menni, viszont lehet, hogy más állatkertből esetleg még egy sandbox állatkertet folytatunk, vagy elkezdünk, majd ezt még meglátjuk. Mindenesetre azt ígérem nektek, hogy amint tudok, töltök fel nektek videót, kommenteljetek, ha valami kérdésetek van, vagy szeretném tudni a ti véleményeteket egyébként, akár az állatokról, akár az 1.17-es update-ről, és hát ami nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!